Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Siege of Centauri folytatása. Lássuk ezt a problémás kört. Elvileg... Elvileg csak annyi a feladat, hogy megfelelő helyen elcsípjük őket. De hát ez többnyire nem jött össze eddig. Oké. Oké. Kicsit nagyobb sebzés, kicsit nagyobb ez az amaz. The amplifier allows us to tap into the energy grid on the surface and increase the power of surrounding turrets. We should use it here to reinforce key positions. Oké. Oké. Milyen kerül ez? 30. Nem olcsó. Nagyon nem olcsó. Okay. A class of cruiser detected. This floating factory is producing more and more units. No wonder their numbers are endless. Okay. És akkor egy ilyen gyárat likvidáltunk, amennyire lehetett.
No, mindjárt jönnek a repülőszörnyikék. Eddig nem rossz, eddig meglepően jók vagyunk. Eddig gyanúsan jók vagyunk. Hát csak alapvetően ezt a csillagot kell likvidálnunk valahogy. Egy kicsit segítünk Miltonokkal. Akkor utána, amikor itt vannak, felrobbantjuk az egész bandát. Legalábbis ez a terv. Egy mezdulattal. Legalábbis ez a terv. És az az egész hullám, ami eddig problémás volt, az most megszűnt. Jó, azért lassan elfogytok. Nem tudom, hogy elég lesz. Légierő az úgy látom elég. The first outpost has been destroyed. Expect them to focus on the other outpost and the colony next.
Okay. Alapvetően csak ez a pókhorda probléma, de az nagy probléma. De az nagy probléma. Mert a legelső az még talán végig sértetlen. Mert igazából arra van a pókrobbantás, hogy no, hát a kérdés az, hogy ezt el a 100-zal elbírunk-e még. És a válasz úgy látom, igen. Szépen apránként pusztulnak. És tudunk még egy segítséget lehozni. Miközben a kolónia is belő már. Na, azt hiszem meg vagyunk. És még a 100 peták is megvan, vagy melyik. Nem azt mondom, hogy könnyű, vagy jó, vagy tiszta menet volt, de megvolt. Azért volt mire figyelni bőven. No, stázis kalapács. Remek. Huh. Próbáljunk meg még egyet. Mi az, amit nem nagyon használtunk? Hát ez nem kell. Az a stázis kalapács az érdekes volt, azt tetszett. Az nagyon jól hangzik. Oké. Lássuk. Nem is néztem, hogy mi a feladat. Encoding shows similarities to signals detected from enemy units. Carpathia's systems may be compromised. I suspect enemy, now codenamed Substrate, use quantum entanglement not just for communication, but for travel. Substrate have no true interstellar transport capabilities. Substrate goal is not the colony, but the capture of the Carpathia. Recommendation 1. Close all communication vectors between Carpathia and Substrate. Recommendation 2. Destroy the Carpathia. Kedves. Még ha logikus is, ha a feltevés helytálló, de csak akkor. Jó, itt van a egyesülési pont, ebből az irányból meg itt, tehát valahol itt van a
végső egyesülés a bánya előtt. Ne veszítsük el. Az kemény. És csak 25 torony. Az még viccesebb. Az még viccesebb feladatnak tűnik. Oké. Oké. Akkor próbáljunk sok-sok drága tornyot használni. Azt nem is akartuk megvédeni, mert esélytelen. A rövid válasz. Designation Taskmaster. Though of little threat on its own, it will increase the speed of other ships around it, allowing them to rush our colony. Thank you.
Okay. Eddig jók vagyunk. Eddig jók vagyunk. Mibe kerül a következő ablit 300-ba? Pedig köl. Oké, ez 200, ennek az upgrade-je. Akkor 4-et termel, az azért masszív. Mi ezek meg gyárak, amikkel nem csinálunk semmit. Nagyon-nagyon-nagyon sokáig. No. Na, azt hiszem most fogjuk elveszteni ezt az egységet, sajnos. Nem sokon múlt, de nem lett megvédve. És utána jön a probléma, hogy utána semmi nincs a védelem vonalához.
Ja, hogy most már nem is bevételünk, azért, azért ilyen gáz a helyzet. Hát, komoly kétségeim vannak. Mondjuk, ha gyárat lőni bármi, az hasznos lenne. Ah. Ezt a nagyot nem tudtuk likvidálni. Ezt nem tudom, mivel kéne. Megmondom őszintén. Hát majd legközelebb újra próbáljuk. Mára ennyi.